Cleveland kosarával indult a KTE 2020-as első kosármeccse, azonban jobban ment a játék a vendégeknek, akik hamar 3 ponttal vezettek. 10-10-nél egyenlített csapatunk, ekkor sikerült fordítani, de nem sokáig örülhettek a hazaiak az előnynek, a vendégek Lóránt kosarával azonnal visszavették a fort. A negyed utolsó percéig tartani is tudta az előnyt az ASE, a 10. percben azonban Gyureszovics triplájával 25-23-ra vezetett a Kecskemét. A második etapot is jól kezdte a Kecskemét, a második percig 30-25-ös előnyt harcolt ki, egy 6-0-ás sorozattal azonban fordított a Paks. A negyed felénél a 10 pontos különbség is összejött az ellenfélnek. Sok hibával játszott a Kecskemét, míg a vendégeknek szinte minden bement. A nagy szünetben 44-54-re vezetett a Paks. A fordulást követően Wittmann és Gerasimovics is betalált távolról, amivel már csak 4-gyel mentek a vendégek. A folytatásban felváltva estek a kosarak, sokáig tartani tudta az 5 pontos távolságot az ASE, de a 24. percre 58-59-re zárkózott a KTE Duna aszfalt. Ezt követően azonban 3 triplát dobott zsinórban a Paks, amire csak egy hazai 2-es érkezett. Forját meg tudta tartani a negyed végéig a vendégklub. 66-77-es hátrányból várhattuk a záró felvonást. A negyedik negyedben extrán játszott a Kecskemét, 8-3 pontost is értékesített a játékrész során, így fél perccel a meccs vége előtt 94-94-es állásnál egyenlített a KTE. A véghajrában azonban több faltot is befújt a vendégeknek a játékvezető, amiket értékesítve 99-105-re győzött az ASE. Szombaton idegenben játszik a KTE Duna aszfalt. A 15. fordulóban a Pécsi VSK lesz a mieink ellenfele.